Műsorunk folytatásában Szatmári Adrián Topolya község elnökének húsvéti köszöntőjét hallhatják. Tisztelt polgártársaim! Ebben a különleges időszakban, húsvét környékén mindannyian készülődünk, de nem csak a környezetünkben, hanem lélekben is. A természet is ébredezik, vele együtt mi is a megújulás jegyében várjuk az ünnepi napokat. Remélem, hogy húsvétkor mindannyiunknak sikerül egy kicsit megállni, s megélni a legközelebbiekkel eltöltött közös pillanatokat. Összpontosítsunk azokra a dolgokra, melyek szebbé teszik életünket. Egyben legyen az ünnep a pihenés és feltöltődés ideje, hogy lendülettel folytathassuk majd mindennapi teendőinket. Bízom benne, hogy valamennyiüknek megadatik, hogy békességben, szereteik körében tölthessék az ünnepet. Meghitt és szeretetteljes húsvétot kívánok! Szatmári Adrián, Topolya község elnöke.